Művészeti Akadémia köztestületi válásának 10 éves évfordulója van. Kis János akadémiai alelnök úr felkérésébe jött létre ez a kis kamara kiállítás, Hefter László üvegművész barátommal közösen. Ezen az ünnepségen nem csak mi, hanem a Győrbe élő többi akadémikus is, 5-en vagyunk, részt vettek és szerepeltek, mint az egyetlen város, vidéki város, aki ezt az ünnepséget megszervezte. Hát úgy érzem, hogy kitettünk magunkért. Mindig nagy szeretettel és tisztelettel állítunk ki itt Győr városba, mert nagyon sok olyan jellegű középületi munkánk van közösen a Majával, amit együtt is csináltunk, és saját munkáim közül is sok olyan van, amire nagyon mondhatnám azt is, hogy büszke vagyok, hogy itt ebbe a városba győriként teremtődhetett meg. Amit itt kiállítottam ezen a kis kamara kiállításon, ez egy kis átfogó, de mégiscsak egy töredékes része annak a 40 évnek, amit 46 évnek már lassan, amit itt Győrbe töltöttem. A nagyobb köztéri munkák mellett, amik természetesen nem csak Győrbe, de itt azért olyanokat állítottam ki, amik inkább Győrbe vannak. Olyan kis kabinett üvegfestményeket is készítettem, amiket mindig a nagyobb munkák között valamikor olyan állapotban, amikor valahogy időn kívül van az ember. Tehát amikor tényleg körülveszi az a csend, az az áhítat, amikor dolgozik a szerszámaival, az üveggel, az üvegfestékkel, és valami olyasmi teremtődik, ami később aztán felhasználható olyan jellegű munkáknál, ami egy közösségnek szól, egy olyan közösségnek, akik valahogy jó akarják érezni magukat egy térben, és olyan impulzusokat szeretnének kapni, ami az érzelmeikre, a lelkükre, és arra a fajta szellemi igényességre utal, amit a maga a művészet jelent. És ez a kiállítás valahogy erről is szól, hogy valahogy az emberek jobban megismerjék nem csak minket, hanem azt a fajta gondolkodásmódot, azt a fajta szellemiséget, és azt a fajta szinte zenei hozzáállást, ahogy mi az anyaghoz, a minket körülvevő élményekhez hozzáállunk.